Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából készített jubileumi kötetet Illyés Gábor, amelyet hétfőn mutattak be a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaratermében. A könyv a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településein található emlékeket mutatja be, amelyeket a magyar történelem 20 legfontosabb napjának és hőseinek tiszteletére állítottak. A megye 228 települése. Településéből több mint 70-ben találtam ilyen emlékjeleket. A kötetben ezek közül 122-t mutattam be. Illetve egészen pontosan 124 készült, csak a kötet megjelenés után még 2-t lepteztek le. Tehát a kötet lényegében azt lehet mondani, hogy a megye valamennyi települését felkutatva az összes emlékjelet mutatja be. A gyűjtés, az adatok, kéziratok és fotók összerendezése több mint egy évig tartott. Illyés Gábor helytörténészként is közel áll az 56-os eseményekhez, és történelem tanárként is fontosnak tartja, hogy mind a pedagógusok felkészültek legyenek, mind pedig a diákok megkapják történelmük 20 legfontosabb napjának teljes körű leírását. A személyes kötődés annyi, hogy mint történelem tanár nagyon fontosnak tartom, hogy a nemzetünk, nemzet ünnepeinkre való méltó emlékezés, és ez a kötet is része lehet és segíthet abban, hogy akár a megyében tanító pedagógus kollégák is betélkedőkhöz, iskolai megemlékezésekhez felhasználják a kötetet. A szerző, amiről az utcák mesélnek címmel rendszeresen ír helytörténeti sorozatot. Ennek a kötetté szerkesztésén dolgozik jelenleg, amelyet jövőre szeretne megjelentetni.